Mester igaz, hogy csak azért vállalt el az egyperegyes csapat irányítását, mert innen visszaesni az konkrétan lehetetlen? Megkérdeztem a legfontosabb figurákat, ugye a játékvezetőket, akik eldöntik, hogy ki nyer, hogy mégis ez mi múlik. Aztán rámutattak, hogy az irányítón múlik. Mióta visszavonult a Mortal Kombat-tól folyamatosan keres minden évben, de most jött el az az idő, amikor biztosított róla, hogy az irányítóposzt meg lesz oldva. Úgyhogy megegyeztünk, és mondtam, hogy akkor jött tárcsázzuk New Yorkot. Van ott egy elfeledett emberem, egy alvó ügynök. Tehát akkor nem Trevor Lawrence miatt vállalta a melót összességében? Semmi köze nem volt. Sem az egy helyezésnek, sem Trevor Lawrence-nek ahhoz, hogy a Jaguars-t választottam. Korábban hívtak, ugye Cleveland-be is, New Yorknál is felmerült a nevem a korábbiakban, de én ide akartam jönni, mivel ez az a csapat, amely közel van Gainesville-hez. Mondtam, mondtam Kán úrnak, hogy ismerek valakit, akinek majd egy Gainesville-i kötődése, és megoldaná az irányító pozíciót hosszú távon, mint franchise quarterback, és ezt más csapatok más városokban nem tudtam volna megoldani. Ez volt a tökéletes helyszín, de sajnos az embereknek érvényes szerződése volt New Yorkban, úgyhogy meg kellett őket keresnünk egy ajánlattal. Tudtuk, hogy a sikerességünk ezen a manőveren múlik majd. Azt lehetett tudni, hogy a Jets árulja szem Darnoldot. Darnold? Hát vele kapcsolatban én csak azt hallottam, hogy valami mononukleózisa volt a legutóbb. És az meg kérdezem, hogy micsoda. Azt mondják magyarul nekem, hogy csókbetegség. Na hát, hogyha valamire nincs szükségem, akkor ez ilyen figura. Nekem ott a center mögött valamilyen szűzies életmódot élő kótörbekre van szükségem. Van elég gangster a csapatomban amúgy is, nem valami jó példa ez. Akartam volna, akkor Johnny Menzelt hívom el, aztán belőle csinálok irányítót, de ez a fajta karakter az szükségtelen az én csapatomba. Amúgy meg elég rossz játékos, szóval illik a jazzbe, hozzánk nem illik, nem akarom kiszakítani a tökéletes közegből. Akkor, nem a akkor csak a Giants-et és hát eléggé meglep. Ekkora rajongónak számít Dr. Jones kapcsán, hogy akár még egy cserecsomagot is összeállított, és képes volt felhívni gettleman -t. Dr. Johnnak nagy rajongója vagyok, de csak olyan szempontból, hogy megvolt kazettán. Annak idején ez a Europop nagyon ment nálunk. Dánok, Norvégok, nagy akvás voltam a 90-es években. Elbírod képzelni, mekkorát szeleteltünk annak idején a koncerteken. Szerencsére akkor még nem volt okos telefon, és sosem ne kaptam volna utána vezetőedzői állást. Daniel Jones viszont egyáltalán nem komálom, hát ez elviselhetetlen, ami vele történik. Akármikor nézem, aztán elfumblizza a labdát a zsebben, a legrosszabb dolog, ami történt. Én azt szeretem, hogyha ütközik az irányító a linebackerrel, akkor a linebacker féljen ne a szurkoló, hogy elhagyjuk a labdát. Az én ideális irányítom a lehető legmesszebb van Daniel Jones-tól, úgyhogy kérném is, hogy váltsam a amikben... nevet, én a Barbie Girl tudom ajánlani. Eszembe se jutott felhívni a Giants-et. Majd később egy letréd miatt, persze, hát az benne van. Ne haragudjon, a mester, de hát én nem értem, hogy mi történik, hát nincs több csapat. Hát sem a Jets-et, sem a Giants-et nem tárcsázta, azt mondja. Nem kell Arnold, nem kell Daniel Jones, hát akkor ki van? Hát Joe Flacco volt még ott a Jetsben a tavalyi szezonban, de hát nem gondolnám, hogy mi a csapatta szeretett volna benevezni itt az NFL-be. Az akvás bulikat még ne is emlegessük, hát maradjunk annyiban ott, ásványvíz maximum a címben volt. Szóval Fleckó vagy most akkor mi van? Fleckót valóban megkerestük, de neki le volt járva a szerződése, és az Eagles túlicitált bennünket, úgyhogy a Super Bowl rutin miatt szükségünk lett volna rá. Nem csak szopatlak, kurvára nem kellett Joe Fleckó, nem akartuk a Jazz-től őt se elhozni, meg semmelyik jazz színetot se akartuk elhozni, meg a Giants-től se. Akkor azért hívogatta az ellenfél csapatokat, hogy összezavarja őket, hogy ne tudják, hogy maguk kit akarnak draftolni egy peregyre, Hogy esetleg megtartják a bajuszos. Komolyan, kezdem elveszíteni a fonalat teljesen. Felhívtam a New York Metszet, kérdeztem, hogy ligák közt hogyan lehet cserélni. Vannál, amit egy bajuszos gyerek, egy az egybe baseballozónak néz ki, hogy rátüküldelém hozzájuk. Hölgyeim és Uraim, most kaptuk a hírt, hogy visszavonul az aktív baseballtól, Tim Tibo. Mit szólsz ehhez, Cliff? Köpni nyelni nem tudok, de főleg azért, mert ittál mellettem örben melyer. Végül felhívtam Timet, hogy kiderüljön egyáltalán lenne -e kedve jönni. Pont a konditeremben volt, amikor megcsörgettem először azzal, hogy át kellene igazolnia. Épp a 110-et emelgette, úgyhogy mondta, hogy siessünk, mert egy kézzel csak 20 tudja kinyomni a másik kezébe meg a telefon. Elmeséltem, hogy életem a Jaguarsnak az új vezetőedzője, és hogy szükségem lenne egy kótörbekre, aki legali teljesítményt tud nyújtani, mert ezek, akik jelentkeznek, a draftra, ezek mind ilyen nyámnyilák, aztán nem bírják az ütközést. Szerintem még egy házat se építettek a rászorulóknak. És napokkal azok után, hogy a New York meccet megkeresték, a semmiből Tim Tebow visszavonult az aktív baseballtól, és csupa véletlen elérhetővé vált. Mindig is jó motivátornak számítottam, ez egy fontos része az edzés. Takmának. Főleg, hogyha rá tudok venni játékosokat, hogy vonuljanak vissza. Tervezek lemeni tampába itt államon belül, beszélek majd Bradyvel, aztán remélhetőleg ő is szögre akasztja. Biztos vele is meg lehet találni a közös hangot. Gyerünk fiúk, aki nem csinálja normálisan, az legközelebb Tibóval osztom párba. 82-es, nyisd meg a meleg vizet, mindjárt vége az edzésnek. Mindenki el van ájúva mostanában ezektől a baseball hátteres gyerekek az irányító poszton, a Mahomes, meg a Russell Wilson, meg a Kyler. Na itt van, elhoztam neked egy, egy embert, öt éve New York mets van. Ennél erősebb háttért mit akarsz? Mahomes-t egyszer láttam dobni ballal, Timet láttam hat ezerszer, na akkor most ki a jobb játékos? Csak kérdezem! Tegyük fel, ledraftolják Trevor lawrence az elmúlt évek legígéretesebb prospektjét, Akkor most ülni fog a padon, Tibó mögött? Az fog játszani, akit jobb esélyt ad a győzelemre. Megnéztem, Trevor, hány Heisman nyert? Sem Oké, okay. Timnek van egy. Hány tásdánt passzoltál? 88, MN-nek 90, oké. Okay. Futva volt neki 18 tásdán a nerehők Tibó 57 futott, Touchdown. Láttam, Lamarka úgy lett MVP, hogy összeszaladgált magának egy címet, tök soványan. Timet nem kell félteni, hogy neki szalad valaki. Úgy láttam, buffalo van egy hasonló gyerek, csak ő gyengébb. Ma meglátjuk, mit reagál a liga, amikor minden passzunk jump lesz.